Sziasztok! Ez itt a GTA Liberty City Stories végjegyzésének, ha me... Nem tudom, hagyadik része, de folytassuk! Hogy ennek ilyen hangja? Nos. Ne. Ugye az előbb gyönyörűen bezúgtam a patakba, most remélem nem fogok. Hát tökéletnek kell ide víz környékére rakni küldetést, ez nagyon veszélyes. Elkezdeni nehezebb, mint megcsinálni. Na. Cipriani. Te Ed, már megint a mikrofonodat használod? Mi megint? Baszfóli. Igen, megint. Csak mert az elején meg izé volt. A webkamera, az meg úgy vettem észre, hogy nem működött igazán jó. Ja, hogy az volt az a furcsa hang? Uh-huh. De most már lehet, hogy jó, nem? Kapcsolod el? Várjál, Legfeljebb röhögünk egyet. Visszajöttem. Na, szóljál? Mi? Átkapcsoltam. Most jó, igen. Zsí, akkor ezt át... Lász meg ide. Most már nem olyan furcsa a hangod. Hangolja. Igazából az volt, hogy fel volt gyorsulva a hangod. Kulanya. Ilyen hangokat adtál ki. Oh. Wow. Feri! Feri, mi? The fuck? Mi van, Feri? Mit találtál? A szüzességedet megtaláltad? Nem. Még nincs. Még nincs meg. De ne add fel. Nem adom, mert küzdek érte. Kajó. Kajó. Vissza akarom kapni. Kajó. Nekem. Hova? Olyan nincs, hogy nem kell. Ja, hogy oda kéne bemennem. Ha. That's what she said. Na. Nem, de szóval helyszer. Jó van, nem vagyok. Oh. Miért? Úristen! Jamaikai! Miért rút boy, bez vakkora guang guang? Hajj már meg! Jaj, ne célozni kell. Ide jön fél centire, hogy megöljük. Megálltott és nézze. Azok a plankingeznek. Az a tagot plankingezik. Ó, eltűnt. Francba. Hé, ne engem lőjél, mert te szerencsétlen szar. De jó, saját emberi engem lőne. Köcsödékek. Buta gecik. Mert ott vagy előttük. Buta fasz jamaikai. Nagyon annyira be vannak füvezve, hogy nem látják, yeah. Hogy kit lőnek, lónak. Lónak a f... ja, hogy meg nem is lőnek? Hoppá. That's what she said. Ajaj, uj! Mi a fasz? Ajaj, hé, vidd onnan ezt a... Na bazd meg, köszönöm szépen, berobbantod az a... Ugye nem halt meg mindenki? Jó, túl érték. Merénylő akció volt ez. Ja, yeah, merény ló. De már inkább szarakció szerintem. Inkább ló, mint merény. Inkább lő. Mint merény ló. Jó. Feri. Meg merényelem a tüdőre. Miért? Nem tudom. Ó, itt volt egy pánszél, azt mondtuk. Ehhez van kedvem. Te paszt meg, ne legyen. De lesz. Meet the ambulance. Szia mentő, mi újság? Bazd meg mentő, bazd meg rendőr autó. Bazd meg mentő. És egy jamaikai vezeti a mentő autót, oké. Okay. Seems legit. Pedig ez a mozgás koordináció, én nem mindig. Tök megint 2000-et kaptam. Mindig 2000-et kapok. Ez az új, ez az új 1500. Igen. A 2000 mostantól az új 1500. Igen.
van egy ugrató az autó tetején. Nem igazán lehet elérni. Baj, de van rajta egy ugrató. Jó. És örülsz neki? Egy mozgó ugrató. Nem, az ugrató nem, nem, az ugrató nem mozog. De amint tárolod, az mozog, és ez egy mozgó ugratóvá válik. Anyáddá válik. Jó. Kelleni fog a limó, mert nem jó neki, hogyha bármilyen jármű vagyok. Hát mondjuk szerintem az van, hogy golyóálló esetleg. Meg kell menteni Salt. Az jó, hogyha nem tudnak a golyók belehatolni. Jó, az túl egyértelmű volt. Miért akarnának a golyók behatolni? Mert kilövik őket. A kocsira. Jó. Jó. Milyen szépen megálltam. Feri, te dobálod a hátam? Mire? Mit? Vagy mit? Mi ez a toválás? Az olyan, mint a dobálás? Én toválom, de mit akarsz rá? Fél már Feri, te toválod a hátam? Igen, én toválom. Jó, helyes. Ügyes vagy. És mennyiért? Egy pink lepkét fogsz kapni. Mennyiért csinálod? 1500. Jó, azt hittem 2000. Ja nem, már 2000. Már 2000 az új 1500. De mit akarsz? Nem tudom. Valami cépet. Jó, akkor az lesz. De a H-ban nincsen cép. Valami cép lesz. Nem fogsz neki örülni, de legalább pink lesz. Na, sír. Már megéri. Egy gőzölgő pink szó. What? És a gőz meg lila lesz. Basszus, rohadt rendőrök, hát mi a fasz? Ilyen kék. Csak rendőrök. Baszd meg, mi? Jó van, levek egyet. Majd akkor továbbállom. Nem igaz. Jó. Honnan a... Hogy találnak el onnan, azt mondom el meg. Én nem találom el őket. Rakétával. Hogy kell oda bemenni? Ja, ott a... Sikátor. Au. Fájt? Ahogy. Nem látok egyszer, nem tudok. Nem látok semmit, basszeg. Hogy kell itt... Á, megvan. Oda be lehet menni? Mert rohadt sötét az egész. De jó, hogy mennyire szépen lement a HP-n meg a... Pánkélom is. Jaj, de jó, tudtam! Megfog halni. Jaj, de már 3 csillagos köröző. Milyen meglepő. Nem elég az, hanem még az is, hogy jönnek ezek a rohadt, nem tudom, mi forellik, vagy mi? Fornettik. Kész, meghaltam. Vége. Ezt hogy a faszba csináljam ezeket? Lement az is a HP-m nagy része. Ezt Ghost Car-ral lehetne megcsinálni. Csak jó, volt páncélod is, nem tudom előhozni egy Ghost Car-t most. Ez mi volt? Na próbáljuk meg még egyszer. Ja. Lássítozzá? Nem, de kell, jóha. De ezúttal sikerülni fog. Vagy ne. Olyan nagyot nem tévedhet. Végül is. 50-50% esélyen. Ja, az egyik biztos van. Egy máson nem múlik, csak a szerencsén ez a küldetés.
Lehet az kell másik abból oldalon. Abból neked nincs olyan sok hát mostanában. Nem sűrűn. Igen, azt kell, hogy mondjam. Holott peningben lehetne. Hát, ja, lehetne. Pont az ilyen küldetések, amikor nem is emlékszek, azok okozzák a legnagyobb problémákat, ez ilyetetlen. Amire meg úgy emlékszel, hogy rohadt nehéz, az meg elsőre megy. Igen. Mindegy, van egy rohadt nehéz, ami biztos, hogy nem fog elsőre menni. Hát ezt nem hiszem. Fogadjunk, hogy elsőre fog menni. Hogy felborul majdnem. Gyönyörű. Hogy borul fel majdnem? Hát úgy, hogy már majdnem, de nem. Ne fort. Hogy kiugranak a limuzinod elé meghalni. Hogy a picsába került egyetlen ide Salvatore, és miért? Miért? Hogy mi? Mert kell egy nyomorék, hogy mi meg kell menteni, aztán semmit nem kapunk szinte. De 2000-et kapsz. Meg hogy nem, jó nem voltál szuper. Fiam, kösz. De én is meg tudtam volna csinálni. Ja, hogy ezek ilyenkor teleportálnak ide? Aha. Értem már. Megint nem azt célod be, akit kéne. Vagy elkérdőd, hogy egyszerre csak egy ember legyen előtt. Tehát még el se kezdtem, de már lement a páncélom fele. Igen, de itt még lesz a páncél, vagy nem valami rémlik, hogy biztos van. Nem vagy kell sietni igazából, az egy mázli. Hát de... De azért valamennyire kény. Te baszd meg, hogy ne azt célozd már be az Isten faszát, hát hihetetlen. De miért oda célozni? Nincs is hát nem cél. Tudom, mert nyomorék szar azért. Senkinek szerintem... Tessék, mert teljesen lement a páncélom, érted? Meg fog dögleni már megint. Alig van HP, és még vissza is kell jönni teljesen. És hogy a picsába, honnan a büdös faszból lőnek, azt mondd már meg! Szemből. Elérnek idáig. De hát mindjárt, jó van, megyek, azt megölöm magam. Hát ilyen már megint leszednek. Tessék, ölj meg. De az ugrás animáció. Ilyenkor megbeszélek, milyen lassan próbálnak eltalálni. Igen. Messziről meg belézereztem. Az lesz bazd meg, hogy elmegyek a rohadt fegyverboltba, és veszek annyi távcsős puskát, amit csak tudok, és azzal fogom őket. Vagy az is jó tényleg, a távcsős. Rohadt messzire elmegyek. Elmegyek rohadt messzire, és onnan kiszedem őket. Hát ez hihetetlen. Elmész a másik szigetre, és onnan lövöd le őket. Ad ide! Hogy küzdesz egy robogóért. Mert a legjobb jármű. Utálom, szar! Többek között az is sokat segít a döntés meghozatalában, hogy te utálod. Jó. Majj! Assza meg! Hogy a mikrofonomat akarom kinémítani, mert jöhet egy rohadt hangos szar. És akkor még nem tudok kanyarodni, és neki megyek a rohadt ukás autónak, hát nem hiszem el. Na figyelj, bemizonyítom neked, Feri, hogy a robogó az egy gyors jármű. Hát de csak még gyorsan megy. Így, hogy nyomkodom. Előrehajolva, ezen is működik ez az előrehajolásos tud. Persze. És milyen gyorsan attól mentem, a többi, motor, sokkal jobb attól nem. Még, szóval felesleges nem kell menni. Na, miért tűnik el mindig a rohadt járművel, amivel idejövök? Elvette arra szartra fogul. De mindegy, van másik. És inkább ezt viszed el, mint a mögötte lévő tök jó motor. Az egy szar freeway, egy gyorsforgalmi. A kurva anyádat, bazd meg, jó? Bekanyarodott eléd, mi tudtam? NEM! Azt a faszát!
Hát ilyen nincs, bazd meg, ez a játék utál engem. Én is utálom őt, úgyhogy kölcsönös, bazd meg. Ez ott nem volt a kedvencem eddig tőled, annyira, annyira benne volt minden. A retkes kurva anyádnak menjél neki! Most már tényleg, a faszom ki van ezzel a redvás szájba baszott, kibaszott kurva küldetéssel. Ezen téged gyűl el a város. Jaj, de szar ez a küldetés. De milyen távcsövessel meg lehet oldani valamennyire. Elég szomorú, hogy távcsöves kell az ilyen küldetéshez, hogy meg tud csinálni normálisan. Amivel szintén alig lehet célozni. De ez mindig jobb, mint bemenni a tömegbe és szétszedetni magam. Ugye rohadt drága azért. Hát nem olcsó, vettem egy rakással. Úgyhogy ez már a játék végéig elég lesz. Ebben megjavították a limuzin, most már hátsó kerék meghajtású, nem úgy, mint a GTA 3-ban, amilyen retardáltság volt, hogy első kerék meghajtású volt a limuzin. A Vice City-ben is ugyanúgy van első kerekes. Biztos csak úgy működött. Biztos csak úgy működött normálisan, mert ilyen meghosszabbított fos. Nem tudták rendesen megírni a fizikai motor, de hát Rockstarról beszélünk, tehát most oda kell menni rohadt közel. Nincs ott senki, figyelj, nincs ott senki. Amint beparkolok. Igen, de oda kell mehet, hogy bespawnoljon az összes szar. Kiszállok, és húgy, hirtelen mindenki ott van, aki számít. És hirtelen 6 millió ember. Legalább nem jönnek felém. Még ilyenkor is azért az emberek próbálnak beállni eléd az útba. Fog jönni a rendőr és le fog szedni. Már itt a rendőr. Oké. Az így dögöljön. Tessék, egyelőre jó. Mert csak ide kell behatolnom. That's what I told her last night. Jó, most sikerült. Egyelőre. Úgyhogy most már csak vissza kell jutni a limuzinig, ami megint ugyanennyi rohadék fog ide spanolni. Baszd meg, a kurva, Isten faszát a rohadt kibaszott kurva küldetésbe! Hogy beleszaladok a tetves gyökerekbe! És tessék, meg is haltam, hát a faszom ebben a rohadt kurva küldetésbe! Lebaszolta. Na, ilyen egy rendes motor. Tony Cipriani, rohadt autista gyökér szarláda. Ja, az a limuzin az golyóálló? Mert igen. Nem lehetne akkor azzal bemenni és elgázolni. De nem lehet bemenni, mert le van zárva az a fos. De tényleg vannak ott ilyen izé, fasságok. Mint a izé. Mert majdnem azt mondom, mint a GT 3-ba, de rájöttem, hogy hát azért, mert ez az jó. Nem, ez nem a GT 3. De majdnem az. Ez egy szemetebb GT a 3. Ez nem a szemet. Ó, busz. Ah.
Ezt nem hiszem el. Rohadt tetves köcsök fasz rendőr! A picsába tűnt az a motor, amit most lőttem le az előbb. Itt ilyen nincs. Nekész, ez a játék gyűlölt téged. Meglátsz egy autót, elkezd menekülni előled. Két csillagos üldözettség. Nem mondod, hogy odáig elgurult? Na anyádat szívassad már, az az én régi PCG-m volt. Az az én előző PCG-m volt, amit összetörtem, az nem az volt. Ez ekkora lett volna. Ezt miért hagytad ott? Sokkal jobb lett volna azzal menni. Gyors és szép. És mehettek lefesteni ezt a szart? Tetves rendőrök nem bírnak békén hagyni. Ha csak nem tudsz, amit csillagot a közelben, amit föl lehetsz, de hát nem, mert... Fingom sincs, hogy ebben hol vannak a csillagok, nem játszottam ezzel sokat. Jaj, meg visszaszámolnak a madarak. Mind levitték így a háromnegyedét a páciomnak. Még szerintem még olcsó megúsztad, ennél rosszabb is lehetne. Háj, ez a küldetés. Rott autók is beállnak eléd majdnem. Igen, majdnem beállnak. A rohadt kurva anyját annak az autónak! Tudtam, hogy ez fog történni. Szerintem a rakétavetőt is használni kell. Tony, let's get out of here! Get me back to the limo! És ebben szarba googolni se lehet természetesen. Nem lehet googolni? Nem. Ott egy rejtett szar. Azt hittem lehet googolni, már akartam is kérdezni, hogy miért nem mész egy doboz mögé, úgyis azért vannak itt, de akkor... Mennék én, hogyha lehetne googolni, de nem lehet. Fasztak vannak itt ezek a dobozok, mit csinál a parokok? Legalábbis én nem találtam semmi olyan gombot, ami azt csinálna. Annyira olyan, mintha direkt az jelenne ez a rész kitálva itt, hogy gyakorold egy kicsit az ilyen harcot, hogy legugolsz és mögül elősz ki, vagy de nem. Nem, ez arra nem van, lehet. Hogy szopasson téged. Igen, már észre. Mi az, hogy lemaradt? Miért maradt le ez a köcsög? Nem baj, eddig se ölik meg. Igaz, így nagyobb biztonságban van, mint hogyha jönne utána. Hát csak így meg izé lesz szerintem, mi sem félt, hogy ott hagytad a szalvatőt. Egy ideig nem mész vissza hozzá, azt gondolod? Lehet? Hát a kurva életbe, hát nem hiszem el. Hogy egyszerre lőnek, innen nem lehet normálisan kijönni egyszerűen. Annyira egy redvás szarhely. Redvás sandwich az a hely. Hogy annyira idétlenül van ez az egész hely megcsinálva, hogy nem lehet innen normálisan kicélozni sehogy. Csak úgy, hogyha szitává lőnek téged. Jó, nincs itt ilyen fedezékrendszer, és így azért nem jó ez így.
De mivel két irányban vannak, fedezékrendszerrel se lenne sokkal jobb, mert... Hát az egy fokkal jobb lenne. Hát egy fokkal igen, de... Tessék, már három csillagos üldözöttség, egyszerű. Húzunk a picsába. Minden küldetés végén jár, az úgy végződik egy küldetés, hogy megkapod. Igen, direkt az, hogy igen, hogy jöhessenek majd a... Kiukasztassák a kerekeidet, nyilván. Hát, és lesz több szint soha, szerintem egy küldetés sem lesz, ahol 4-es szintet kapsz vagy többé. Na, de lecsökkentettem most 2-esre azzal, hogy felvettem azt a szart. Na, legalább tudunk egy ilyen szarról. Nagy szori. Soha nem fogunk emlékezni rá, hogy ez itt volt. Hú, ez a küldetés, ez azért eltartott. Egy rakás szar volt. És szar volt. Eléggé szar volt. Cső, takarodj a faszba, látni se akarok, gyökér. Zárd a garázsba. 2000 dollár. Az a szén, az 2000 dollárért gecire megérte. Jó, mondjuk itt tök mindegy, mert ott sincs mire elkoltani fegyvereken kívül. De akkor is ez milyen árazás már ez? Árazás. Hát ja, csak gecire szart, ez így. Ránézni, hogy csöpet szopt az 2000 dollár. Jó, ezt most megállítom, és akkor majd ezt a részt összeillesztem az előző rövid résszel.